A KÉSZ nyíregyházi csoportja látta vendégül az idei őszi küldőgyűlés résztvevőit a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének helyi csoportja idén ünnepli alapításának 25. évfordulóját. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egy ökumenikus civil szervezet, 74 csoportja van országosan, ennek a csoportnak az egyik része a nyíregyházi. Örömmel mondhatom, hogy 25 éve alakult a nyíregyházi KÉSZ-csoport, ezt egy ünnepi taggyűlés keretében ünnepeltük meg a tavasz folyamán. Ami a taglétszámunkat illeti, 50 felnőtt tagunk van jelenleg, és örömmel mondhatom, hogy az országban egyedüliként a nyíregyházi csoportban működik ifjúsági tagozat. Ez 20 fő fiatalt jelent. A célunk az a keresztény értelmiség összefogása. Különböző programokat szervezünk, előadásokat, kiállításokat. A küldőgyűlésre az ország KÉSZ csoportjaiból érkeztek tagok, akik áttekintették az elmúlt fél év eseményeit, illetve a következő évre készülnek. 2019-ben lesz ugyanis 30 éves a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége. A találkozó célja, hogy tapasztalatokat cseréljenek és lelkesítsék egymást. Erről Maklári Ákos, a KÉSZ elnöke beszélt. Szeretnénk arról beszélni, hogy az a kezdeményezés, ami az elmúlt két hónapban valósult meg, az hogyan sikerült, mert egy kormányzati támogatással, a pályázati pénzből sikerült megvalósítani azt, hogy a Beregszászi Nemzeti Színház egy előadását elvittük Felvidékre, Erdélybe, Délvidékre és az anyaországba is, hogy ez hogy sikerült, úgy hallottuk, hogy jól, hogy ennek legyen folytatása, mert azt gondolom, hogy egy-egy ilyen programra, ami egyszerre kulturális és vallási is, és kereszténységünket segíti, nagyon nagy szükség van a határokon átívelő ilyenfajta kapcsolatokra. A küldőgyűlésen a megyei közgyűlés elnöke is köszöntötte a résztvevőket. Seszták Oszkár beszédében kiemelte, fontos és hasznos tevékenységet végez a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Nyíregyházán és a megyében is. A szövetség konferenciái mindig segítenek az aktuális társadalmi kérdésekben eligazodni. Az ország, sőt határon túli magyar területekről is jöttek KÉSZ csoportok, akik közösen megvitatják egy-egy nagyon fontos társadalmi kérdést, sőt, Európa előtt álló kérdés, civilizációs kérdés, hiszen nem is gondoltuk volna, hogy néhány évvel ezelőtt olyan fontos kérdésekkel kell szembesülnie keresztényeknek, keresztény értelmiségieknek, mint ami manapság már Magyarországon is érezhető, közöttünk is érezhető, nevezetesen az iszlám kérdése. A további veszélyekről nem is beszélve, ami a környezetvédelmet és más veszélyeket jelent a civilizációnkra nézve. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének küldőgyűlése vasárnap is folytatódott. Akkor a határon túli társszervezetek munkaértekezletét tartották.